Fölényes Fidesz győzelem Dunaújvárosban az időközi választáson. Eltolták a bicikli Tiszafüreden, a Fazekas miniszter által felavatott alkotás a polgármester hölgyismerősének panziójába került. 33 település maradhat szemétszállítás nélkül Észak-Magyarországon a szolgáltató csődje miatt. Zavargásokba torkolottak a bevándorlás ellenes tüntetések az angliai Bristolban és a németországi Dortmundban is. Híradó 6-kor az ATV-n, jó reggelt kívánok! Maga biztosan győzött a fideszes Lassing-Leitner Fruzsina a dunaújvárosi időközi választáson tegnap. Huszti Zsolt a DK jelöltje kapta a második legtöbb szavazatot, míg Selyem József, a szocialisták jelöltje, csak a negyedik helyet szerezte meg, a jobbikos Barta Endre mögött. Gyurcsány Ferenc az ATV.hu-nak elküldött közleményében azt írja, a választás eredményeiből kiderült, hogy a demokratikus ellenzék megverte volna a Fideszt, ha az MSZP nem rúgja fel a választási megállapodást. A demokratikus ellenzék pártjai, a DK, az MSZP és a PM együttesen meggyőző fölénnyel verték volna meg a Fideszt, ha az MSZP tisztességesen viselkedik, tette hozzá a DK elnöke. Újabb lehetőséget kaphatnak az állami cégek arra, hogy titkosítsák, mire költik a rájuk bízott pénzt, írja a 444.hu. A Törvényalkotási Bizottságon ugyanis átment az a módosító javaslat, amely szerint 15 vagy akár 30 évre is titkosíthatók lesznek az adatok, ha azok stratégiai céllal függnek össze, vagy például a közbeszerzési értékhatár alá esnek. A módosítás a Transparency International szerint azért aggályos, mert lehetővé teszi majd a jegybanki alapítványokéhoz hasonló pénzszórásokat. Nem lehet kivetni valót Szemerei Tamás abban, hogy bankján keresztül rokonainak is jutott a Nemzeti Bank hiteleiből. Erről a Magyar Időknek beszélt a Növekedési Hitelbank alapító tulajdonosa. Szemerei szerint természetes, hogy családjának tagjait is támogatja. Azt is mondta, hogy az övén kívül még legalább 4 banknak van köze az alapítványi vagyonokhoz, rokonai pedig kevesebb, mint 5%-át kapták csak az általuk kihelyezett pénzeknek. Cáfolta, hogy valaha is tulajdonosa lett volna a vs.hu-t és az Origót kiadó cégeknek. Azt ígérte, hogy személyiségi jogi pert indít azok ellen a sajtóorgánumok ellen, amelyek ennek ellenkezőjét állították. Az alaptörvény 6. módosítását és a 2017-es költségvetés zárószavazását is napirendre veszik a képviselők a parlament tavaszi ülésszakának utolsó hetén. Először a terrorveszélyhelyzetről szóló jogszabályról szavaznak a honatyák, majd döntenek a belügyminiszter terrorizmus ellenes csomagjáról is. A 2017-es adócsomagról is az utolsó napokban voksolnak a képviselők. A kormány ebben a javaslatban kezdeményezi a baromfi hús, a tojás és a friss tej, valamint az internet és az éttermi szolgáltatások áfájának mérséklését. Június végén dől el, hogy a pedagógusok szakszervezete hogyan folytatja a tiltakozást. Galló Istvánné, a szakszervezet elnöke szerint ugyanis már most látható, hogy nem lesz minden zökkenőmentes szeptemberben. Közben ellenzéki pártok a kormány oktatáspolitikáját bírálták pedagógus napon. Balogh Zoltán már korábban köszöntette a pedagógusokat, szerinte egyre erősebb lesz a partnerség is. Közös munkával, kerekasztal mellett a pedagógusokkal együtt igyekszünk meghozni a köznevelést érintő döntéseket. Bízom benne, hogy a növekvő anyagi megbecsülésen túl ez a partnerség is egyre erősebb lesz. Napokkal korábban köszöntötte a pedagógusokat Balogh Zoltán. A miniszter szerint ünnep a pedagógus nap, mert azt a hivatást köszöntik, amely a gyerekek tízezreinek jelenti a versenyképes tudást. Szerintem lehet nevetni. Szatirikus írását vezette fel itt Spiró György a rendhagyó irodalomórán. A pedagógusok szakszervezete kortárs írók segítségével pótolta az áprilisi sztrájk miatt elmaradt órát. Galló Istvánné szerint, bár látszólag eredménytelenek voltak a különböző tiltakozások, nem hagyják abba. A PS elnöke úgy látja, a tervezett változások miatt a tanévkezdés sem lesz zökkenőmentes az iskolákban. Amit jogilag lehetett, azt megtettük.
Még alkotmánybírósági beadványt azt fogunk tenni, még bírósághoz fogunk fordulni, hiszen a sztrájkkal kapcsolatos még eléges szolgáltatás esetében még a bírósághoz fogunk fordulni, készülve arra, hogy ott a tanév elején bármi megtörténhet. A pedagógusok szakszervezetének országos vezetősége június végén dönt arról, hogy pontosan milyen formában folytassák a tiltakozást. Az LMP szerint érthető a pedagógusok elégedetlensége, hiszen már évek óta jelezte a párt is, hogy jelentős problémákat generálnak az átalakítások. Amit nem tudunk finomabb szóval kifejezni, mint a népbutítás, amit látunk most napjainkban is, ahogy a korábban a szakoktatást, úgy most a szakgimnáziumokat, a korábbi szakközépiskolákat folyamatosan a tantárcsökkentésre ítélik. Ezzel az onnét kikerülő diákok, az ott végzettek lényegesen kevesebb általános ismertséggel rendelkeznek majd, ami nagyon komoly hátrányt jelent az elkövetkező években. A liberálisok azt követelik, hogy a kormány teljesítse a pedagógusok követeléseit. Gyakorlatilag egyedül a pedagógusoknak köszönhető az, hogy még nem omlott össze a magyar oktatási rendszer. Látható az eszközhiány, látható a forráshiány, látható az a páratlan mértékű hatékonytalanság, amelyben elkezdte igazgatni az Orbán kormány az oktatási rendszerünket. Ez teljességgel elfogadhatatlan. A Fidesz frakció közleménye szerint a pedagógusok ma számíthatnak a kormányra, és arra is, hogy előrébb léphetnek az életükben. Egy Facebook bejegyzés szerint eltűnt, majd előkerült a még a avatásra váró tiszafüredi kerékpáros centrum elé tervezett kerékpáros emlékmű. Egy helyi kovácsmester tervei alapján egy korabeli velocipédet állítottak oda, amellyel már akkor kezdődtek a bajok, amikor a mester szerint az ötletét lenyúlva mással csináltatták meg az alkotást. Tavaly márciusban a munkák kezdetekor a város polgármestere a földművelésügyi miniszterrel közösen leplezte le az alkotást, amely most a polgármester élettársának étterme előtt átfestve bukkant fel. A helyi televízió felvételein tavaly márciusban Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a város polgármesterével közösen rántotta le a leplet a velocipédet ábrázoló szoborról. A helyi kovácsmester azt állítja, ő találta ki a szobrot, de ötletét, ahogy fogalmazott, lenyúlták, végül más készítette el az alkotást. Ez egy ipari jellegű munka lett, semmi művészi, semmi komoly dolog nincs benne. Ellentétben az én tervemmel, amelyik egy korabeli kézikovácsolt velocipéd egy működő, szép kandaláberhez lett volna láncolva, ennek egy silány kivitele történt meg, szerintem. Az elképzelések szerint ez a velocipéd a kerékpáros centrum környékét díszítette volna. Ezt a biciklit nem túltolták, hanem eltolták. Nem máshová, mint a polgármester élettársának érdekeltségébe tartozó étterem udvarára. Közben át is festették méghozzá, ugyanolyan színeket kapott, mint a közeli strandfürdő kerítése. Ilyen lett, és ilyen volt, amikor Fazekas Sándor miniszter felavatta. A két képen látszik, hogy ugyanarról az alkotásról van szó. A Facebookon terjedő hírek szerint az ügyben egy rendőrségi bejelentés is született, melynek íróját megtaláltuk, de nyilatkozni nem akart. Az ötletgazda azt mondta, hogy nem akar már ezzel foglalkozni. Van véleményem, de nem akarom nyilvánosságra hozni, mert túlléptem rajta, már nem érdekel ez az egész. A tiszafüredi velocipédről szerettük volna megkérdezni a város polgármesterét is, arról, hogy hogyan kerülhetett az egy panzió udvarába, de őt nem találtuk otthon, és telefonon sem értük el. Kerestük az éttermet bérbeadó cég vezetőjét is, aki egyébként a polgármester élettársa, de a KFT bejegyzett címén nem találtunk senkit. 33 település maradhat szemétszállítás nélkül Észak-Magyarországon a szolgáltató csődje miatt. A KFT levélben közölte a hozzájuk tartozó települések vezetőivel, hogy a hó végétől nem tudják elvinni a szemetet. A cég szerint a rezsicsökkentés, az új adók és a bevételeik államosítása miatt jutottak a csőd szélére. Az érintett települések polgármesterei jövő héten tárgyalnak arról, hogy összetudnak-e dobni 30 millió forintot, hogy legalább év végéig működhessen a cég. Ha ez nem sikerül, akkor átmenetileg a katasztrófa védelemnek kell ellátnia a feladatot. Időközben egyébként több hulladékszállítással foglalkozó cég is jelezte, hogy csődbe megy, ha az állam nem rendezi a finanszírozásukat. Zavargásokba torkollottak a bevándorlás ellenes tüntetések az angliai Bristolban és a németországi Dortmundban is. A nacionalista demonstrálókat baloldali ellentüntetők várták, közben a migránsok most már egyre inkább Egyiptomból indulnak útnak a tengeren át Európa partjai felé.
A tengeri hajózás a legkevésbé alkalmas halászbárkán érkezett a földközi tengeren át, a migránsok újabb csoportja, akiket az olasz parti őrség mentett ki. Úgy tudni, Egyiptomból indultak útnak, több terhes asszony és 40 gyerek is volt közöttük. Összesen mintegy 360-an lehettek a lélekvesztőn. Megérkeztek a krétai tragédia túlélői is Szicíliába. Egy norvég hajó mentette ki őket a süllyedő hajóról még pénteken. Mintegy 700 migráns lehetett a fedélzeten, akik közül csak minden másodikat sikerült megmenteni. A túlélők között van egy 3 éves kislány, aki mindkét szülőjét és testvéreit is elvesztette a szerencsétlenségben. Először elláttuk, aztán a következő napokban igyekszünk felkutatni a rokonait, mondta egy civil szervezet szóvivője. Közben Líbiában újabb holttesteket sodort partra a víz. Csak az elmúlt egy hétben 1000 migráns fulladt a földközi tengerbe, az Európába történő átkelés közben. A bevándorlás miatt egyre mélyülnek a társadalmi feszültségek Európa szerte. Dortmundban csaknem 1000 szélsőjobboldali tüntető vonult utcára, a migráns áradat megállítását követelve. Mintegy 2500 ellentüntető nézett farkas szemet velük. Nácik nem terjeszthetik a propagandájukat, és nem béníthatják meg a várost, méltatlankodott egy baloldali tüntető. Mintegy 5000 rendőr vigyázott arra, hogy a két tábor ne csapjon össze. Ennek ellenére előfordultak kisebb incidensek. Ennél jóval erőszakosabb volt a bevándorlás ellenes demonstráció az angliai Bristolban, ahol a tüntetők összeverekedtek a baloldali ellentüntetőkkel. Több száz rendőr igyekezett távol tartani egymástól a két oldalt, ennek ellenére magasra csaptak az indulatok, olyannyira, hogy az egyik nacionalista demonstráló betörte egy televíziós kamera lencséjét. Nagy-Britanniában június 23-án tartanak népszavazást az uniós tagságról. A kilépés hívei szerint a britek csak akkor tudják ellenőrzésük alatt tartani a határokat, ha kilépnek az unióból. Elindult a kvótaellenes népszavazás internetes oldala. A portálon is megtalálható a kormányzati plakátokon szereplő üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék felirat. Majd több menüponton keresztül sorolják, miért ártana Magyarországnak a betelepítési kvóta elfogadása. A weboldalon több grafikon is található, a munkát kereső bevándorlók számát hasonlítják össze például azzal, hogy hány európai fiatal vár munkára. A kormány összesítése szerint 12 másodpercenként érkezik új menekült Európába, ezt a nyomást azonban az adófizetők nem tudják vállalni. Clinton elhúzott Trumptól az amerikai demokraták elnökjelöltségére esélyes Hillary Clinton több mint 10%-kal vezet országos szinten a republikánusok várható elnökjelöltje előtt, a legutóbbi közvéleménykutatás szerint. A megkérdezettek 46%-a a demokrata politikus támogatja, míg Donald Trumpot 35%. Clinton pártján belül is elhúzott vetélytársa előtt. Bernie Sanders szerint viszont a demokraták között a versengés még nem lefutott, és nem egyértelmű, hogy Clinton lesz az elnökjelölt. Elutasították a svájciak a garantált alapjövedelmet. A felmérések szerint a referendumon a szavazók csaknem 80%-a elutasította azt a javaslatot, hogy az ország minden állampolgárának járjon alanyi jogon havi 2500 frank, átszámítva mintegy 700 ezer forint. A népszavazást független civilek kezdeményezték. A javaslat hívei szerint a garantált alapjövedelem támogatná az emberi méltóságot. Ellenzői szerint viszont a rendszer túl költséges lenne és gyengíteni a gazdaságot. Románia 54 településén biztosan az RMDS jelöltje szerzi meg a polgármesteri tisztséget, mondta el Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az urnazárás után szűk egy órával tartott sajtótájékoztatóján. Országosan ugyanis 54 olyan település van, ahol az RMDS jelöltje ellenjelölt nélkül szállt versenybe a polgármesteri tisztségért. Kelemen Hunor exit poll felmérésekre hivatkozva jelentette ki, hogy Kolozsváron mind Horváth Anna, a szövetség polgármester jelöltje, mind az RMDS képviselőjelölt listája jó eredményt ért el. Újságírói kérdésre Kelemen Hunor elmondta, a szövetség csak a végleges eredmény ismeretében kezdi el a tárgyalásokat az esetleges alpolgármesteri tisztségekről. Letartóztatták annak a 2 hónapos recski kisfiúnak az édesapját, aki a hét közepén halt meg, mert szülei nem vitték időben orvoshoz. A gyermek halálát koponyatörés okozta, amiért az ügyészség szerint az édesapa felelős. A férfi ugyanis elejtette a csecsemőt. Orvoshoz azonban csak órákkal később éjszaka vitték a gyereket. Ekkor azonban már nem tudták megmenteni az életét.
A férfi elismerte a felelősségét, 30 napig lesz előzetesben. A törvényszék szerint ugyanis fennáll a bűnismétlés veszélye. Az anya szabadlábon védekezhet. Az elsőrendű gyanúsított 2016. június 1 napján egyedül volt otthon a kiskorú 2 hónapos fiú gyermekével. Kábító hatású nyugtatószerek hatása alatt a gyermeket karjaiból kiejtette, és ennek következtében a gyermek fej és mellkasérüléseket szenvedett. Az időközben hazaérkezett édesanya és az elsőrendű gyanúsított nem vitték azonnal orvoshoz a gyermeket, hanem csak később, amikor rosszul lett. Ekkor bevitték az ügyeletre, de a gyermek életét már nem lehetett megmenteni. Tönkreteszi a mindennapokat az egyik legelterjedtebb népbetegség, mégis tabu róla beszélni. A depresszió minden 6. embert érint, és az orvosok szerint szinte mindig gyógyítható. Ennek ellenére nagyon sokan félnek felvállalni a betegséget a megbélyegzés miatt. Ez az Országos Pszichiátriai Intézet, ahol a legtöbb beteget súlyos depresszióval kezelik. Évente több ezren kerülnek ide, de még többen vannak azok, akik a pszichiátriai gondozókban kapnak ellátást. Az orvosok szerint minden 6. ember életében legalább egyszer depressziós lesz. Közülük azonban nem mindenki kap kezelést. Egyrészt azért, mert a betegséget sokan összekeverik a rossz kedvel, másrészt félnek a környezet reakciójától is. A depresszió nem elmebetegség, hanem kedélybetegség és az energiának a betegsége. A pszichiáter szerint ez is egy gyakori tévhit, ami miatt nem mernek az emberek orvoshoz fordulni. Depresszió esetében gúzsba köti a betegség magát, az aktivitást, a hangulatot, az örömkészséget, az alvást, az étvágyat. Tehát minden lefelé pörög, lefelé csúszik, tehát kedélyzavar. Kedélyzavar nem elmebetegség, mert az elmebeli tevékenységet nem érinti. Az orvosok szerint egy kezeletlen depresszió más betegségek kialakulásához is vezethet. A tünetek fennállása pedig hosszú távon szinte teljesen tönkre tudja tenni a mindennapokat. Csökken az energiaszint, ami a munkavégzésre is kihat. Egy HR szakember szerint a munkahelyeken nagyon kevesen mernek beszélni a betegségről, pedig egy támogató közeg sokat segíthet. Ha ilyen probléma merül föl, akkor egy megértéssel és támogatással legyen az, hogy bátorítsuk, hogy menjen el a pszichiáterhez, és keresse meg a megfelelő terápiát, de mindenképpen az, hogy visszavárjuk, hogy szeretnénk, hogyha ismét minél hamarabb munkába állna, ez azért egy nagyon pozitív hozzáállás ma már. A nagyon súlyos depresszió akár öngyilkossághoz is vezethet, de az orvosok szerint a segítséget kérő betegek 80-90%-át meg lehet gyógyítani. Veszélyben a celebek lakhelye Los Angeles környékén, ahol többfelé bozótűzek tombolnak, már 5000 embert kitelepítettek. A tűz lakóházakat, autópályákat fenyeget, és egy középiskolát is megközelített. Lakóházak válhatnak a bozótűz martalékaivá az Egyesült Államok nyugati partvidékén, a hivatalosan Los Angeleshez tartozó Calabasasben, ahol számos híresség él, mintegy 5000 embernek kellett sürgősen elhagynia az otthonát. Ez a kitelepített nő arról beszél, hogy mi hamarabb haza szeretne menni a családjával és a házi kedvencekkel együtt. A helyzet azonban sokkal rosszabb, mint amire számított. Ezeken a helyi lakosokon viszont még nem látszik az ijedelem. Ez a férfi azt mondja, a tűz már megközelítette a házát, de egyelőre nem fél. Társa mutatja, hogy mekkora a füst, éppen a lakása fölött. A lángokat és a füstöt egyébként 50 kilométeres távolságból is látni lehet. Ezek a felnőttek is azt vallják, nem tartanak semmitől, mert bíznak a tűzoltókban. A kislány viszont azt mondja, hogy ő bizony megijedt. Több mint 300 tűzoltó küzd a lángokkal, speciális helikoptert is bevetettek. Sajtóhírek szerint egy veszélybe került lakóháznál, maga a sheriff helyettes is megragadott egy tömlőt, és nekiállt oltani. Calabasasben a tüzet az okozta, hogy egy száguldó teherautó nekiment egy villanyoszlopnak, és felrobbant egy transzformátor. A tűz sebesen terjedt az erős szélben és a nagy hőségben. Már 200 hektáron elpusztult az erdő. Több lakóépületben is károk keletkeztek. A lángok egészen közel kerültek egy középiskolához is, és több autópályát is elértek. A környéken többfelé is bozott tüzek pusztítanak. A szakemberek szerint a jó ideje tartó szárazság miatt nem lesz egyszerű eloltani a lángokat. Csak az jelenthet reményt, ha a szél az óceán felől nedves levegőt szállít a területre, ahol egyébként az elmúlt csak nem 100 évben mintegy 350 nagyobb bozott tüzet jegyeztek fel.
Nyert és ezzel történelmet írt Novák Djokovic a Roland Garroson. Ellenfele a ranglista második Andy Murray elhibázta az utolsó szettet, így Djokovic megnyerte a meccset. Ezzel pedig mind a négy Grand Slamet magáénak tudhatja. 1969 óta ő az első teniszező, akinek ez sikerült. Djokovic egész pályafutása legnagyobb sikerének nevezte a tegnapi győzelmet. És ezek voltak a hírek 6-kor, most időjárás jelentés világhíradó, aztán kezdődik a Start Rónai Egonnal, híradó pedig legközelebb 7-kor, addig is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!